Jótékonyság, majdnem 300 könyv gyűlt össze rászoruló gyermekek számára, tervezés, dokumentáció készül egy új lehetséges kerékpárútról, tavaszvárás, két előadással folytatódott a program. Köszöntöm a nézőket, a Telepaks híradóját látják. Megközelítőleg 300 könyv gyűlt össze rászoruló gyermekek számára. A Paksi Pákolic István Városi Könyvtár, illetve a Kincskereső Gyermekkönyvtár idén is csatlakozott a Nemzetközi Könyv Ajándéknaphoz, amelynek keretében használt, de jó állapotú könyveket vártak február 1-e és 14-e között. A több doboznyi felajánlást Borbás László, a Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója vette át a Városi Könyvtár vezetőjétől február 16-án. A könyveket a központ családsegítő szolgálatának munkatársai osztják majd szét Pakson és a kistérségben. Szeretném átadni a könyveket, amelyeket a Szociális Központ javára gyűjtöttünk. Nagyon szépen köszönjük, a ellátottjaink nevében is eljutatjuk a családokhoz az adományokat. Köszönjük szépen! Bumersejné Bedekovics Zóra, a Pákolic István Városi Könyvtár igazgatója adta át Borbás Lászlónak, a Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatójának azt a több doboznyi könyvadományt, amelyet rászoruló gyermekek számára gyűjtött az intézmény. A könyvajándéknaphoz már többféleképpen csatlakoztunk, volt olyan év, amikor könyvtári csereberét hirdettünk, ekkor a gyermekek hoztak könyvet a könyvtárba, illetve választhattak maguknak egy másikat helyette. Volt olyan év, hogy a nagycsaládosok számára gyűjtöttünk, idén pedig a gyermekjóléti szolgálat számára gyűjtjük a könyveket. A közzétett felhívásunkra nagyon sokan mozdultak meg. Olvasóink, látogatóink hoztak be könyveket, illetve a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtára is segített minket a gyűjtésben. Megközelítőleg 300 nagyon jó állapotú, sok esetben új könyveket adtak át a könyvtárban a támogatók. A Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója örömmel fogadta a felajánlást, amelyben idén először részesülnek. A hátrányos helyzetű gyermekekhez és családokhoz fog elkerülni az ajándék csomag Pakson és a kistérség településein, ahol ellátjuk feladatainkat. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai fognak ebben segíteni nekünk és a hátrányos helyzetű családoknak. Ez a könyv ajándéknap azért is különleges, mert úgy érzem, hogy több, mint egy egyszerű, nem is kis ajándékról beszélnénk. Egy szellemi táplálék, egy többlet örömforrás van ezekben az ajándékkönyvekben. Jó szívvel adták, és jó szívvel fogják használni is. A gyűjtés mellett a Kincskereső Gyermekkönyvtár zsákba macskával várta a héten a kicsiket, akik meglepetés könyveket választhattak. A Pákolic István Városi Könyvtár könyves vakrandit szervezett, ennek keretében olyan könyveket vihettek haza a felnőttek, amelyeknek nem ismerték a tartalmát. Folyamatosan dolgoznak azon, hogy a szociális étkeztetés biztosított legyen. Mint ismert, az Életfa Idősek Otthonában ideiglenes látogatási tilalmat rendeltek el fertőző megbetegedések miatt. A tilalom február 16-ától visszavonásig érvényes. Ez idő alatt az intézményben működő konyha, amely a szociális étkeztetést is biztosította, csak az otthon lakóinak főzhet. Borbás László, a Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója arról tájékoztatott, hogy ennek ellenére a szociális étkeztetés ellátása továbbra is zavartalan. Tehát ettől a helyzettől függetlenül azon dolgozunk kollégáinkkal és négy konyhával, hogy folyamatosan tudjuk biztosítani a szociális étkeztetést Pakson. Kérjük ebben a megértést, támogatást az ellátottjaink részéről és a hozzátartozók részéről is. További információt az intézményünk telefonszámán lehet kérni. Előreláthatólag két hétig tart fenn ez a helyzet. Engedélyezési és kiviteli terv dokumentáció készül a jövőben a Paks-Györkönny és Pusztahencse közötti kerékpározható közútról. Erről is határozott szerdai ülésén a képviselőtestület. Az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ megbízásából a Civis Komplex Mérnök Kft. Készíti a dokumentumot. A tervezett fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. 2,5 kilométer hosszú szakasz a kikapcsolódáson kívül a biztonságos kerékpározást is lehetővé teszi már évek óta Paks és Dunakömlőt között. A jövőben a kerékpárút hálózat bővülhet Paks környékén. Egy projektnek köszönhetően Paks, Györkönny és Pusztahencse között is épülhet hasonló szakasz. Erről is tárgyalt a képviselőtestület szerdán. Én nagyon örültem ennek a új
megkeresésnek, hogy ez újra napirendre került. Ez egy régebbi történet, jó pár évvel ezelőtt már egy kormányrendelet határozott erről, hogy itt ezt a Paks, Györkönyi és Pusztaencse között egy kerékpározható útvonalat kellene kialakítani. Nagyon az elején vagyunk ennek a beruházásnak, vagy ennek a történetnek, hiszen még most csak a tervező mérnökiroda keresett meg bennünket azzal, hogy ők éppen az engedélyezési terveket, engedélyes terveket készítik el. A tervdokumentáció az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ megbízásából készül. Legfontosabb feladatuk, hogy összefogják a beruházásokat, fejlesztéseket, illetve segítsék a területtel foglalkozó állami, önkormányzati, civil és üzleti szereplők munkáját. A többek között infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztéssel foglalkozó központ a Civis Komplex Mérnök Kft.-t bízta meg a tervdokumentáció elkészítésével. A tervezési területet a tervezett létesítésével, típusa és a beavatkozás mértéke alapján 8 szakaszra bontották fel. Ezek közül 4 érinti Paks közigazgatási területét. Kérték Paks város önkormányzatától a hozzájárulást ahhoz, hogy a Paks város önkormányzatának a területén kialakítandó útvonalat majd a későbbiekben mi átvegyük fenntartásba, kezelésbe, használatba. Mi ezt természetesen hozzájárultunk, ezen nem újon a kerékpárút létrehozása. A kerékpározható útról egyhangú 12 igennel döntött a képviselőtestület. Az előterjesztésből egyébként kiderül az is, hogy a tervezett fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. Két előadással folytatódott a Tavaszváró Esték programsorozat Pakson. Újabb inváziós károsítók Magyarországon címmel dr. Aponyi Lajos kertészmérnök és Kertünk új virágai címmel Varga Ágnes kertészmérnök tájékoztatott a Városházán február 16-án. Az eseményen kiderült, mit kell tegyünk a hívatlan károsítók ellen, illetve a tavasz közelettével milyen virágot érdemes ültetni a kertbe. Ismét nagy érdeklődés fogadta a Paksi Kertbarátok Egyesületének rendezvényét február 16-án. A szervezők két előadással is készültek a Tavaszváró Esték programsorozat második állomására. Újabb inváziós károsítók Magyarországon és Kertünk új virágai címmel tartottak prezentációt a Városházán. Dr. Aponyi Lajos arról beszélt, hogy a kertekben az újabban megjelent inváziós kártevők ellen milyen természetes ellenségek, illetve agrotechnikai növényvédelmi lehetőségek vannak. Tanács az, hogy ha valami új károsítót találunk a kertünkben, akkor keressünk meg hozzánk közel álló növényorvost, aki ezekben a témákban jártas és kellő szaktanáccsal tudja ellátni a kert tulajdonosokat, hogy hogyan legcélszerűbb védekezni ezek az új károsítók ellen. Varga Ágnes kertészmérnök a kedvenc virágain kívül bemutatott rózsafajtákat, illetve olyan évelő virágokat, amelyeket érdemes ültetni a tavasz közelettével. A saját kertjében szerzett tapasztalatokat is megosztotta az érdeklődőkkel. Ez az ágyás napnak erősen kitett, mert nincs bokor vagy fa a közvetlen közelébe, ezért olyan évelőket válogattam, amik nagyon jól bírják a szárazságot, és ez ajánlatos is a mostani klímaváltozás mellett, hogy egy ilyen strapabíró, igénytelen évelőket ültessük a kertünkbe. Ilyen például ugye a levendula, a kerti izsóp, amit nagyon kevés helyen látni, de hasonlóképpen kell gondozni, mint a levendulát, nagyon szép maga a kerti izsóp is. A kertészmérnök házaspár Székesfehérváron lakik. A Paksi Kertbarátok Egyesületével már több éve jó kapcsolatot ápol. Kétszer jártak már itt előadást tartani, illetve mi is jártunk kertlátogatáson az ő kertjükbe, és nagyon szép, és sokat tanultunk az ottani kertjükből. Igazából ők, ami érdekesség, hogy őnekik van egy diszkertjük, tehát egy kimondotta, hogy mi mondjuk virágos kert, és a másik egy haszonkert. És mindegyiket példamutató
tehát a mostani elvárásoknak megfelelően alakították ki, és nagyon sokat tanultunk. A tavaszváró esték záró eseményén a Házi Kertek aktuális növényvédelmi feladatai munkái címmel tart előadást dr. Zsigó György agrármérnök február 23-án 17 órakor a Városházán. Új feltételek alapján igényelhetnek területalapú támogatást a gazdálkodók 2023-tól, és több forrás érkezik a mezőgazdaságba az elkövetkező időszakban, mint eddig valaha. A mezőgazdasági vállalkozókat a Dunaföldvári Gazdafórumon szakmai előadások is várták. Elfogadta az Európai Bizottság a közös agrárpolitikai 2023-2027 közötti időszak magyarországi stratégiai tervét tavaly novemberben. Az új uniós költségvetési ciklusban 5300 milliárd forinttal több támogatást érkezik majd Magyarországra az előző ciklushoz képest, és a beruházási típusú támogatásokra fordítható keretösszeg 2900 milliárd forinttal nő meg. A terület alapú támogatások igénylésének feltételei is változtak. Az információk átadása érdekében a NAK az egész országban fórumokat rendez, és a falugazdászok is megkezdték a gazdák tájékoztatását, hangzott el Dunaföldváron. Most történelmi léptékű forrásokról beszélünk, mivel a magyar, tehát az Európai Uniós forrásokhoz 80%-os hazai társfinanszírozás társul, tehát ez egy történelmi léptékű fejlesztési és beruházási lehetőséget fog megnyitni a magyar gazdák előtt. Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára, a gazdaság átadásról és a földforgalmi szabályozásról beszélt az érdeklődőknek a fórumon. Kiemelte, az elővásárlási sorrendben 2023. január 1-től változás történt. Tehát első helyen a magyar állam áll. Ezt azt gondolom, hogy nem kell különösebben indokolnom. A második helyen, közös tulajdon esetén a tulajdonostárs. Ez csak az osztatlan közös esetén áll fenn. Tehát ha adnak egy tulajdoni hányadat, akkor a tulajdonostárs tudja mindenkit megelőzően elvinni azt a tulajdoni hányadot. És nagyon fontos, hogy a tulajdonostársnak nem kell helyben lakónak lennie. Tehát ha itt Földváron eladnak egy tulajdoni hányadat egy osztatlan közösbe, és abba egy mondjuk egy budapesti személy a tulajdonostárs, akkor ő a helyben lakókat megelőzően tudja azt a tulajdoni hányadot megvenni. Az említett szereplőket az éppen aktuális földhasználó követi, akinek legalább 20 kilométeren belüli lakcímmel kell rendelkeznie. Süli János, a térség országgyűlési képviselője, a különböző támogatásokról és a digitalizáció fontosságáról is beszélt a fórumon. Ne csak a föld alapút vegyük igénybe, hanem ezeket a fejlesztésekre. Most már nagy gépek vannak, a gazdáknál kombájnok is, erős traktorok is. Most már ez intelligensebb művelést, intelligensebb gazdálkodást jelent, és ez is rengeteget tud hozni. Azt, akikkel korábbi előadásokon már ezeket a módszereket alkalmazzák, mind el tudta mondani, hogy milyen jelentősége van. Úgyhogy egy kicsit, és nem kell mindenkinek magának ezt fölgépesíteni, drónt venni, meg egyébként ezt a szolgáltatást igénybe tudják venni. A vidékfejlesztési támogatások a térség számára kiemelten fontosak, hiszen közel 30 ezer önálló vállalkozó tevékenykedik a mezőgazdaságban, hangsúlyozta Zsikó Zoltán, a Tolna vármegyei közgyűlés alelnöke a Dunaföldvári Gazdafórumon. Idén is megtartotta erős ember versenyét a Bezerédi Általános Iskola. Pénteken délelőtt az intézmény tornatermében a résztvevő 7.-8. osztályos tanulóknak rúdmászásban, függeszkedésben, fekvenyomásban és a petrencés rúd tartásban kellett jól teljesíteniük. A számok közötti szünetben az alsóbb évfolyam diákjai sorversenyen vehettek részt. Az intézmény életében nagyon fontos a hagyománytisztelet és a közösségépítés. Ennek jegyében több napon keresztül különböző rendezvények zajlanak az iskolában, amelyek a farsanghoz, a tél előzéséhez kapcsolódnak. Pénteken este közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak. Csapadék nem valószínű, a délnyugati szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 plusz 7 fok között alakul. A szélvédett, kevésbé felhős délnyugati részeken lesz 0 fok körül.
Szombaton napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd fátyol felhős idő várható szűrt napsütéssel. Csapadék nem lesz, a délnyugati, majd a nyugatira forduló szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13-17 fok között alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!